24. évértékelő Orbán Viktortól. Vajon most miért van ekkora titkolózás előtte? Ki lesz ott a meghívottak között? Miről fog beszélni a miniszterelnök? És mi az, amiről valószínűleg egyetlen szót sem fog ejteni? Politológussal elemezzük a beszédet. Egy éve tart a háború. 42 000 civil halott Ukrajnában és 14 millió menekült. Megrázó felvételek és a legfontosabb tanulságok. A háború egy éve a heti napló szemével. Az egy éve tartó pusztító háború egyik legfontosabb kérdéséről szavazhat a heti naplóban. Ön szerint háborús bűnös az orosz elnök Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin? Völner Pál szabadlábon, Sadl György előzetesben védekezik. Megkezdődött a tárgyalás. András a heti napló ügyvédjét, Horváth Lórántot kérdezi. Mindenük oda lett. Porig égett egy hadgyerekes család otthon a Csobánkán. Csak a 20 éve bohóc doktorként dolgozó édesapa hangszere maradt meg. Az apa, aki arra tette fel az életét, hogy a legelesettebbeken segítsen, most szembe kell néznie azzal, milyen, amikor mindene odaveszik. Beszédtanára a szépségét és beszédjét is kritizálta. Mekkorát tévedett az MTV egykori nagyhatalmú nyelvésze. Minden idők egyik legkedvesebb és legnépszerűbb bemondó nője lett. Endrei Judit 70 évesen sem pihen. Műsort vezet, napi 5 kilométer gyalogol és azt mondja, hogy minden korban élvezni kell az életet. Heti napló Sábi Andrással és 20 perccel hosszabban. Vasárnap este 7-kor csak az ATV-n.